A címvédő gyöngyösiek mögött két pont hátránnyal lemaradó egriek csak akkor lehettek bajnokok, ha a heves legyőzése mellett a gyöngyös nem bír otthon a felső tárkánnyal. A fehérmezes hevesiek ellen már a negyedik percben sikerült gólt szerezni az Egernek. 20 méterre a hevesi kaputól ugyanis szabadrúgáshoz jutott a hazai csapat. Gresó távollétében ezúttal Antal Zsolt vállalta ezt a pontrúgást. A rövid felsőbe tartó labdába a horvát csak beleütni tudott, hárítani nem. 1-0-ra vezetett ezzel az ese. A masszívan védekező hevesiek mellett nem sok lehetősége volt az Egernek, így a fél időig nem változott az eredmény. Közben Gyöngyösön ekkor még 0-0 volt az állás. Fordulás után a 62. percben balról Szövetes adott be, lövése megpattant a keresztező védőn, Montvai figyelt az ötösről az érkező Farkas Krisztián elé tálalt, aki 15-ről jobbal nem hibázott. Ugyanebben a pillanatban Gyöngyösön már 3-0 volt az állás a hazaiaknak. A gyak 10 perc alatt háromszor mattolta a tárkányi védelmet. Ezzel eldőlt, hogy csak úgy, mint tavaly, első a Gyöngyös, két ponttal lemaradva pedig második az Egger. Nem igazán nem mostani mérkőzésen múlott, tehát volt két olyan meccsünk, a Nádasdra meg a Maklára gondolok, ahol ezt szúrtuk, mi szúrtuk el, tehát csak magunknak tehetünk szemrehányást, hogy nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Na de a sport ez ilyen, az egyik nyer, a másik elbukik, jövőre remélem, hogy mi járunk több sikerrel. A gólkirályi cím Egerbe került, a csapatkapitány Montvai Tibor 39 találatig jutott, bár ezt a sikert ő is szívesen felcserélte volna egy bajnoki címmel. Gratulálok a Gyöngyösnek, de még ők se érezhetik magukat nyerekbe, úgyhogy még itt kialakult egy nagyon erős bajnokság, és ugye tudjuk, hogy a 60 kiesett. Ha a Gyöngyösnek nem sikerül, akkor az egy pokoli erős megye egyes bajnokság lesz. A Magyar Labdarúgó Szövetségben megtartott keddi sorsoláson végül az is eldőlt. A gyöngyösieknek idén nem kell osztályozót játszaniuk, automatikusan feljutottak az NB3-ba.